oldalára borult a kidöntött kerítés mellett a sötét színű terepjáró. A baleset még tavaly októberben történt Kégy belterületén. A kocsi az ütközés során magával rántott egy füvet nyíró férfit, aki a helyszínen meghalt. A kocsit egy 36 éves sofőr vezette, aki a baleset után belekötött az addigra már halott áldozatán segíteni próbálókba. Vezetőszáron és Bilincsben rendőrök kísérték a gázoló férfit néhány nappal később a bíróságra, ahol a letartóztatásáról döntöttek. Kiderült, hogy a baleset előtt ivott és drogozott is, az ügyben most emelt vádat az ügyészség. A vádlott ezek mellett további bűncselekményeket is elkövetett, ezek szintén a vád tárgyát képezi, tehát összesen 4 bűncselekménnyel vádolja őt az ügyészség. A boldult és ittas állapotban okozott halálos baleset előtt ugyanis a férfit korábban 2 másik ügyben is elítélték. Egyszer hamis papírokkal akart hitelt felvenni, egy másik alkalommal pedig kábítószer birtoklásért kellett felelnie. Ezért halmazati büntetésül, börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés, közügyektől gyakorlás eltiltása, illetve a közúti járművek vezetésétől határozott időre történő eltiltása az ügyészi indítvány. A halálos gázoló férfi így akár hosszú évekre is börtönbe kerülhet.